Az új véradók megszólítása volt a célja annak az országos kezdeményezésnek, amit a Magyarországi Légimentésért Alapítvány a légimentőkkel, a Vöröskereszttel és a Vérellátó Szolgálattal közösen valósított meg. Mind a 7 légibázis közelében egy-egy mentőhelikopter szállt le, és hívta fel a figyelmet a véradás fontosságára. Miskolcon a Szent István téren ereszkedett le a gép, nem kis nézőközönséget toborozva. Az eseményen elhangzott, korábban kísérleti jelleggel bevezették, hogy a budaörsi mentőhelikopter 2 egység vért is szállít a fedélzeten. Ez hamarosan az összes bázison megvalósul. A súlyos baleseteknél ugyanis minden perc számít. Nem kis feltűnést okozott péntek délben a Szent István téren ereszkedő mentőhelikopter. A gép ezúttal nem sérültekhez érkezett, hanem egy figyelemfelhívó kampány része volt. Első véradó van-e esetleg valaki a csapatból? Adj vért a légimentőkkel a légimentésért, hogy mások is túlélhessék. Ezzel a szlogennel indította el hagyományteremtő céllal a Magyarországi Légimentésért Alapítvány azt a rendezvényt, amellyel minél több első véradót szerettek volna megszólítani. Már megvolt az első véradónk, tehát mindenképpen sikeres a rendezvény, hiszen új véradó került a rendszerbe, új véradó gondolta azt, hogy ez fontos dolog. Én ezért azt gondolom, hogy már elértük a célt, hiszen már egyel többen vannak, akik vért adnak Magyarországon. Olyanok is érkeztek, akik nem ma nyújtották először a karjukat. A katasztrófavédelem és a Magyar Honvédség is csatlakozott a megmozduláshoz. Nagy Géza őrnagy elmondta, rendszeres véradó. Egészen fiatal korom óta, én 18 éves korom óta készültem a katonai pályára, azóta véradó vagyok, én nem számoltam. Évente 2-3 alkalommal jellemzően adok vért. Az akció apropóját az is adta, hogy 2019-ben kísérleti jelleggel bevezették, hogy a budaörsi mentőhelikopter 2 egység vért is szállít a fedélzeten. Mostanra érett be ez az egész. Hamarosan, heteken belül az ország összes légimentőbázisán, mind a 7 légimentőbázisán elindul ez a vérdepó, ami azt jelenti, hogy minden légimentőbázison 4 egység nullás RH negatív vért fogunk depózni, melyből minden egyes riasztáskor 2 egység a gépben lesz, hogyha szükség lesz kint a helyszínen egy sérültnél, egy ilyen vérkészítmény, akkor ezt be tudják adni. A rendezvényt a Magyarországi Légimentésért Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-vel és a Magyar Vöröskereszttel, illetve az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen szervezte. A tapasztalatok szerint a koronavírus okozta korlátozások és a nyári szünet után most újra kezd fellendülni a véradó kedv. A résztvevő véradók száma biztos, hogy növekszik, hiszen ugye nagyon sok olyan helyzet volt, hogy nem tudtuk megtartani a véradásokat, amiket most meg fogunk tudni tartani, úgyhogy biztosan fog növekedni. Én azt remélem, hogy hasonló típusú nehézségek, mint amilyen a pandémiában volt, azok nem fogják befolyásolni a munkánkat. A véradásnak a Városháza biztosította a helyszínt, ezzel is hozzájárulva a kampány sikerességéhez.